Tamás, nem sikerült sajnos pontot szereznünk a DVSC otthonában. Összességében hogyan értékelnéd ezt a találkozót? Hát az első 20 perc az nagyon rosszul sikerült, annak ellenére, hogy megpróbáltunk felkészülni a Debrecen két hadrendjére is, be kell lássuk, hogy nem sikerült intenzívebben játszott a Debrecen, de ettől független olyan gólokat kaptunk, amit ezen a szinten nem lehet, tehát 16-oson belüli védekezésünk, akkor a második labdára kijövetelünk az olyan rossz volt az első két gólnál, majd utána sikerült ezt még utána lemásolnunk gyakorlatilag a harmadik gólnál is, tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a mezőnyjátékunk az nem volt rossz, az első 20 percet leszámítva, viszont három olyan gólt kaptunk, amit nem szabad, és igazából nem volt több veszély benne, hogy az egyenlítésért tudjuk menni, igazán veszély nem volt a játékunkban, a mezőnybe játszottunk szerintem jól, a kapu előtt rossz döntéseket hoztunk a 2-1-es állásnál, ettől függetlenül bíztam benne, hogy a végjátékból kijöhetünk jól, de sajnos a harmadik gól eldöntött a találkozó. A fél időben cseréltél, Sőn Szabolcsot hoztad be Vasárdám helyére, illetve szerkezetileg is változtattál a csapaton. Mit reméltél ettől a változtatástól? De picit változtattunk rajta, úgyhogy ne legyen az, hogy ennyire mélyen vagyunk, hiszen egyrészt hátrányban is voltunk. Az első fél idő végén egyébként jól játszott a csapat, nem érdemeltük meg tulajdonképpen az első fél idő, mert az első fel a Debrecené volt, igaz, ők rúgtak két gólt, tehát nem érdemeltünk, hogy hátrányból jöjjünk le, de így jöttünk le, hátrányba jöttünk le, így kénytelen voltam kockáztatni egy kicsit. Ha annyit változtattam, hogy kimondottan két szélsővel szerettem volna játszani, hogy zárjuk le a Debrecent a széleken, és hatékonyan tudjunk támadni belőle, ez működött is, de mondom, a harmadik gól eldöntötte.